Az űrös fickók kalandjait hamarosan folytatjuk. Pitkin és a tejhatalmúak. Angol filmvígjáték vasárnap 10 órakor itt a Humor Egyen. Ez háború. Híres mai nap, ez az alap. Humor Egy, a jókedvű televízió. Bírom a szexfelméréseket. Igen. A műsor média partnere a TVR7 műsor és magazin. Van önnek humora? Most már van. Humor Egy, a jókedvű televízió. Most következő műsorunk megtekintését 12 éven aluli nézőinknek csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk. Szomorú voltál, amikor hazajöttél az iskolából. Csináltam neked forró csokit. Még májvacukrot is raktam bele. Ezt csak kitaláltad! Te most smúzolsz velem, te nagy smúzoló! A Sibyl nem sokára folytatódik. Humor Egy, a jókedvű televízió. Fickó képet is küldött. Jól néz ki? De nem az arcáról! Két nő. Két szülinap. Két élet. Két karácsony. Két és Eli. Azt hiszem ismerem ezt a fickót. Két! Egy lakás, gyerekek, kutya, macska. Ez a cica nem alszik, ez a cica döglő. Mi van? Ex-férjek és a pótpapa jelöltek. A férfi mosdó éppen üres. Nem lennék rá képes. Megoldhatatlannak tűnő problémák és feledhetetlen pillanatok. Katyusa, maga a legszebb nő, akit eddig életemben láttam. Mindig ott voltál az életem nagy eseményeinél, az első randimnál, az első házasságomnál, az első gyerekemnél. Ahogy te is mindig mellettem voltál. A vakbélműtétemnél, az első depressziómnál, az első válásomnál. Elvált nők harcban az élettel. Mi középkorúak vagyunk? És a múló évekkel. Nem. Akkor jó, már féltem, hogy ez az a válság. Nem, még nem. Kate és Eli minden hétköznap itt, a Humor Egy műsorán. Sajnálom, hogy itt kell meghalnom, a csodálatos lakásukban. Gondolom, még nem hallotta, a mester néhány hónappal ezelőtt elhunyt. Tisztázzunk valamit! Egyetlen egy hiba, és ki vagyok rúgva. Még sosem láttalak ilyen vonzónak. De mai napig magába szerelmes. Életre végeztem azzal a nővel. Légy magadévá most! Ha valaki kiejti azt a nevet, hogy Diane Cheers. Más megoldás hiány, végeznem kell az illetőt. Cheers! Minden hétköznap délelőtt 10-kor a Humor Egy műsorán. Nem gondolja, hogy ezért valakinek fizetnie kell? Mindig erre vágtam. Gondoltuk, ha egyedül akarsz lenni, legyél velünk. A vendégek jöttek, mindig felálltál a kis asztalra, és elkezdtél vetkőzni. Lám, lám, lám. Valaki ellopta a táskámat. Oh. Rendszerint a pasik lopnak, és ők nem hívnak vissza minket. Hol van a bicikli? A gyilkos a házban van. Rendezvúzzon Maggie Winters-szel minden vasárnap délután 13:30-kor nálunk a Humor Egyen. Te hogy érezted magad? Rosszul voltam. Íme egy tipikus olasz házaspár. Elegem. Meghalok az unalomtól, meghalok az unalomtól, meghalok az unalomtól. Temperamentum. Gazember. Disznó szemét alak. Korrongó vég. Nagyon szép szeme van. Magának is. Igen. Köszönöm, köszönöm. Spagetti. Megjöttek a kapi vagyok.
Megjöttek a kapri vagyok! Megjöttek a kapri vagyok! Csipetnyi romantika. Mondd meg, hogy mit akarsz, és megteszem. Harc az egyenjogúságért. Maga nélkül a férje semmi nem lenne. Semmi. Harc a békéért. Tudom, hogy a napokban nagyon fárasztó voltam. Fárasztó és nyomasztó. Akarod mondani az elmúlt években? Hallotta? Hogyan csak vicceltem. Vianellóék önöknél is otthon vannak. Itt a Humor egy műsorán. Kényszerzubbonyt, azt kell neki. Be foglak záradni. Hát Humor egy, a jókedvű televízió. Csak annyi, hogy ő a producere a Szefi világának. Te tisztítod a medenc. Humor egy, a jókedvű televízió. Szervusztok! Szia, Félix! Szervusztok! Végül a házasságomnak! A házasságodnak már évek óta vége! Mintha az elmúlt hetekben semmi sem történt volna. Hogy tudta, hogy megint? Én tudom. Félix rendrakási mániája a tökélyre fejlődött. A háborúban megsérült a hátam, mikor felmostam a kartét. Oszkár rendetlensége pedig az egyetik szárnyal. Egy csecsemő, esküszöm, olyan vagy. Akkor nézd meg ezt. De azért még barátok. De akarta, Félix, fél magad! A furcsa pár csak önöket szórakoztatja itt, a Humor egy műsorán. Negyed hármat ütött, a bár üresen áll. Csak mi ketten ülünk. Mit csinálsz? Figyelj rám, Joe. Mesélek neked egy történet, hallgass meg. Ígyunk barátom, zárjuk ezt a szomorú történetet. Adjátok már abba! Te megváltoztál? Csak úgy ragyogsz biztos, mert rendszeresen szeretkezel. Esetleg felmehetnénk a szobánkba, hogy játszunk milliárdos és társait. Hallom, hogy magáivá tett a kádban. Hallom, tudtad, mit csinálok. Anyátok bedilizett. Neked csak most tűnt fel. Pénz és szerelem. Minden szombaton délben, csak itt, a Humor egy műsorán. Azt hiszem, ilyenkor egy normális anya és lánya összeölelkezik. Hála az égre, mi nem vagyunk az... Lányok, milyen szépek vagytok! Donna, baby, te is! Lányok, milyen szépek vagytok! Itt csak le magad! Ha is szereted! Ahhoz inkább kómában kellene lennem. Nem te lennél az első. Tetszik a pasid? Bátor vagy, hogy fiatalabb férfival mutatkozol? Minden szombaton délután 13:30-kor Nőrület a Humor egyen. Utálom a fiatalokat. Önök elfogadnának egy ostoba feliratú rendszám táblát? Jó. Nem fogunk egy dollárt fizetni csak azért, mert maga azt mondta, hogy forduljunk meg és menjünk el. Minden kedden 11:30-kor Kandi kamera a Humor egyen. Nézzen oda és mosolyogjon, mert a Kandi kamerában van. Ó, ne! Ó, ne! Te vagy a legnagyobb halász, akit ismerek, én pedig úgy a hálódba kavajottam, mint egy halacska. Olyan vagy, mint egy kisfiú. Talán ez az oka, hogy ilyen őrültem, belét szerettem. Nem nagyon értem ezt a szexualitás dolgot. Azt hiszitek, hogy elment a józan eszem? Mindennek vége. Vagy épp egy új korszak kezdete. A skizofrénia korszaké. Se veled, se nélküled. Minden vasárnap 12 órától csak nálunk a Humor egyen. Ha ez valami tréfa, akkor a humorérzékemmel van baj. Humor egy, a jókedvű televízió. Most következő műsorunk megtekintését 12 éven aluli nézőinknek csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk. Sandra Mondaini, Mensátor Magdolna, Raimondo Vianello, Szokolai Otto. A Vianello lakás.
műsor média partnere a TVR7 műsor és magazin. Maradjanak velünk, hamarosan jön a Furcsa Pár. Humor 1. A jókedvű televízió. És... Claudia Schiffer, igaz? A világ egyik élő csodája. Jamie és Kevin szobatársak. Jóban, rosszban együtt vannak. Szobatársak voltak? Igen, de mi is azok vagyunk. Mégsem vagyunk leszbikusok. Kedvesek. Maga. Öreg. Segítőkészek. Figyelem egy ideje. Szerintem erre nincs is szüksége. Járj! Szuper! És mindig a szexen jár az eszük. Ez meg mi? A résekhez való. Kérlek, hadd maradjak, kérlek! Mint a pasiknak általában. Jogos. Megölte a halaimat és ellopta a bugyimat. Ez azért eléggé hízeg. Mint a pasik, csak itt a Humor Egyen. De jó kis estét csináltunk! A tegnapi ruha és kiszívott nyak. Csak nem. Ha egy szerelem beindul... Megkérte a kezemet. Olyankor még Caroline is elveszti a fejét. De nem azért, mert jön a gyerek, ugye? Megnősülsz, hú! Nem akarok ott lenni, amikor elmesélhet Caroline. De a férj jelölt megőrül. Ismered azt a mondást, hogy nem a méret számít? Persze, hogy nem a méret számít. Kivéve a szexnél. A barátok pedig mindent elkövetnek azért, hogy Caroline szerelme tartós legyen. Állj! Elnézést, nem értek a fogóhoz. De Caroline kissé szeszélyes. Újra összejöttünk, aztán szakítottunk, aztán megint összejöttünk, aztán váratlanul megkérte a kezem. Figyelj, csak annyit kérdeztem tőled, hogy van-e barátod. Utazzon a Humor Egyel New Yorkba. Te pehelyti bro! Caroline-hoz. Hála neked, most már akárhányszor ránézek, pornó pelyheket fogok látni. Én nem fogom itt hagyni. Én igen. Új orvosnál hallgató vagy. Tényleg? Nem tudom, mit kell csinálnom. Válasszon más szakmát. Hol van a teján? Gyári teája! Forzalmas uram, minden éjjel sírva alszom el bizony. A nevetés a legjobb orvosság. Kész röhely. Minden pénteken délelőtt 12:30-kor a Humor Egyen. Hát ez gyönyörű. Enyém leszel, bébi! Nem, de, nem, de! Igen, de lesz! Igen, az a ruh! Nem tetszel, és én sem neked! Mégis szeretlek! Ó, bocsi! Semmi bész, darázs volt a pizsamámban! Már tök ki van akadva! Bonnie Hunt szerepében Bonnie Hunt. Minden pénteken 13 órakor a Humor Egyen. Bonnie Kelly riportját látták, útra kell, de majd még látnak! Talán! Legyen a szövetkezet neve 100%. Mert az egész falu benne van, egyetemlegesen. Csak így valaki hiányzik. Fódó, te feltámadtál. Ki vagy a 100%? Én úgy látom. Csak nem képzeled, hogy te miatt ott fenntartják a kapitalizmust. Bemegyek én ide, hát ha szokott érnek itt valakivel. Felmegyek a miniszterhez. Magyar filmvígjáték Páger Antal főszereplésével szombaton 10 órakor a Humor Egy műsorán. Önkéntesen muszáj. Szóval az összes ügyfelen túlfizetett kapzsi önimádó? Mi a baj? Nézd csak meg! Olyan energia! Leszívja az erőnket! Hát ha lépsz egyet, kicselezel, forgatod a fejed, hogy... Tori, megvan a kocsi! Horszosztik ez az! Ne bánts kérlek, nem akartam csalni! Arliss a sportmenedzser történetei minden szombaton 12 óra 30 perckor a Humor Egy műsorán. Győznöd kell! Muszáj győznöd! Ez a lényeg! Egy jó vacsora a barátokkal, és közben módumás poénok. Godó Stand-up Comedy Club, a Duma Színház. Csak nálunk, a Humor Egy műsorán. Van önnek humora? Most már van. Humor Egy, a jókedvű televízió. Oh.
Nem, most mégis balra. Charlie, segíts! Add a kezébe, légy szíves. A világhírű Chipperfield cirkusz nem sokára folytatódik. Humor egy. A jókedvű televízió. Legyen a szövetkezet neve 100%. Mivel az egész falu benne van, egyetemlegesen. Csak így valaki hiányzik. Odo, te feltámadtál. Ki vagy a 100%? Én. Úgy látom. Csak nem képzeled, hogy te mi ott fent tartják a kapitalizmust? Bemegyek én ide. Hát, ha szokt értek itt valakivel. Felmegyek a miniszterhez. Magyar filmvígjáték Páger Antal főszereplésével vasárnap 14 órakor a Humor Egy műsorán. Önkéntesen muszáj. Egy eddig... Chaplin összeállításunk nem sokára folytatódik. Humor egy. A jókedvű televízió. Mindig erre vágtam. Gondoltuk, ha egyedül akarsz lenni, legyél velünk. A vendégek jöttek, mindig felálltál a kis asztalra, és elkezdtél vetkőzni. Lám. Valaki ellopta a táskámat. Rendszerint a pasik lopnak, és ők nem hívnak vissza minket. Hol van a biciklid? A gyilkos a házban van. Rendezvúzzon Maggie Wintersel minden szombaton 17:30 nálunk a Humor Egyen. Nem leszel, bébi? Nem. De. Nem. De. Igen. De. Lett. Igen, zsaru. Nem tetszel, és én sem neked. Mégis szeretlek. Ó, bocsi. Semmi vész, darázs volt a pizsamámban. Már tök ki van akadva. Bonnie Hunt szerepében Bonnie Hunt. Minden hétfőn délután 5:00 a Humor Egyen. Bonnie Kelly riportját látták. Útra kell, de majd még látnak. Talán. A tegnapi ruha és kiszívott nyak. Csak nem. Ha egy szerelem beindul, megkérte a kezemet. Olyankor még Caroline is elveszti a fejét. De nem azért, mert jön a gyerek, ugye? Megnősülsz, hú! Nem akarok ott lenni, amikor elmeséled Caroline. De a férj jelölt megőrül. Ismered azt a mondást, hogy nem a méret számít? Persze, hogy nem a méret számít. Kivéve a szexnél. A barátok pedig mindent elkövetnek azért, hogy Caroline szerelme tartós legyen. Állj! Elnézést, nem értek a fogóhoz. De Caroline kissé szeszélyes. Újra összejöttünk, aztán szakítottunk, aztán megint összejöttünk, aztán váratlanul megkérte a kezem. Figyelj, csak annyit kérdeztem tőled, hogy van-e barátod. Utazzon a Humor Egyel New Yorkba. Te pehely tipró! Carolinehoz. Hála neked, most már akárhányszor ránézek, pornó pejheket fogok látni. Humor egy. A jókedvű televízió. Műsor média partnere a TVR7 műsor és magazin. Humor egy. A jókedvű televízió.
Sport minden mennyiségben. Húha! Persze pénz nélkül semmi sem működik. 27 ezerembe kerül? A pénzhez pedig állíts kell. Nem. Tele ötlettel. Az áradék a mama kapja házat az egyesülettől. Nőkkel. Vigyúz, mi ez a rejtélyes kaland? Bízhatok benne? Hát persze. Nagy kaland és titok. Beké felé. Rengeteg humorral. Ki van itt én? Dehogy vagyok. Kinek néztél? Hologram. Csak hologram vagyok. És kedves kollégákkal. Irigy vagy, hogy rádiós személyiség lettem, és az enyém a legbombább műsor. De mielőtt belépnénk Mr. Iris Michaels ovális termébe... Igen, ő Iris. Milyen szerencsések ma, ugyanis ő a személyesen... És a kis birodalma. Egész életemben erről álmodoztam. Iris, csak itt, a humor Én Iris Michaels, a megte... Na hát, nem figyelek rátok! Ha már minden a feje tetejére áll... Tudjátok, mire jöttem rá? Ha kifordítom a gatyát, kétszer olyan sokáig lehet hordani. Ha nem találod a helyed... Én csábításról beszélek, nem részek szexről a lottozó mögött. Bocs, de a szexnél lemaradtam. Mi a különbség férfi és nő között? Ha már semmiben sem vagy biztos... Tudom. Mi? Nőni lehet, férfinini nem. Akkor keresd az űrös fickókat itt a Humor Egyen, és megláthatod, hogy nekik sem fenékig telj fel az élet. Hazudsz. Fröcsög anyálat. Az anyámat Dave-nek hívod, a humor csúcsa számodra a torta dobálás. Hogy teheti ezt velem, mi? Ki? Didán, 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 de bóra. Zűrös fickók a Humor Egyen során. Ezeket kukáztam magamnak. Figyelj, ebbe beleragadt egy ősi tükörtojás. Tényleg? Elteszem. Én nem fogom itt hagyni. Én igen. Új orvosna hallgató vagyok. Tényleg? Nem tudom, mit kell csinálni. Válasszom más szakmát. Hol van a teját? Gyári, te álljam! Ennél sírva alszom el, A és a legjobb orvosság. Kész röhely. Minden hétfőn délután 15:30 a Humor Egyen. Hát ez gyönyörű. Gondolom, még nem hallotta, a mester néhány hónappal ezelőtt elhunyt. Tisztázzunk valamit. Egyetlen egy hiba, és ki vagyok rúgva. Még sosem láttalak ilyen vonzónak. De mai napig magába szerelmes. Életre végeztem azzal a nővel. Tégy magad Iván, most! Ha valaki kiejti azt a nevet, hogy Diane Cheers. Más megoldás hiány, végeznem kell az illetővel. Cheers. Minden hétköznap délután 2:00 itt a Humor Egyen. Meggondolja, hogy ezért valakinek fizetnie kell? Főnökünknek, a remek sportembernek és pocsék színésznek. Á, egy pingvin, hogy sem tisztált a határon. Hogy nekem egy bácsikám, képzeljék, olyan hosszú szőr lógott az orrából, hogy amikor tisztelted, úgy csattogott, mint egy asítok. Szuperközért, minden pénteken délután 4:00 a Humor Egyen. Egyszer megfázott és halálra verte az orrszőre. A férjem el akar tenni engem láb alól. Mint házvezetőnő, úgy mutasson valamit. A többi dolgot megbeszéljük négy szem közt. A maga korában nem ilyen aktívak. Itt van a férjem indítékad, de belégedjék! Nyisson be a Vianello lakásba. Bárki legyen is az, rossz kor, nagyon rossz kor jön. Minden kedden és csütörtökön délután 5:00, csak itt a Humor Egyen. Boldog vagy, amikor így csinálsz, boldog. Humor Egy, a jó kedvű televízió. Most következő műsorunk megtekintését 12 éven aluli nézőinknek csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk. Kisvárosi mesék, a kismama búcsú.